9 nyíregyházi atléta indult el a 127. magyar bajnokságon, és közülük heten érmet szereztek a Lantos Mihály Sportközpontban. Hellenbrandt Máté, Nisztor Petra, Szisszai Róbert, Bakocsi Péter és Tóth Balázs első helye, és Kerekes Dóra, valamint Káplár János második helye azt jelenti, hogy a nyíregyházi sportcentrum a budapesti Honvéd és a Ferencváros mögött a második helyen végzett az éremtáblázaton. Én bíztam benne, hogy a fedett pályás magyar bajnokság eredményeit, amit itt rendeztünk Nyíregyházán, ezt meg tudjuk ismételni, az 4 arany volt, és hát hála Istennek több lett, 5-öt sikerült elhoznunk Budapestről, és én még optimistaként bíztam a 6-ban is, Kerekes Dóra személyében. Sajnos ez nem jött össze, kis technikai problémái voltak, de ez az 5 aranyérem is azt mondom, hogy csodálatos eredmény a helyezésekkel együtt. A diszkoszvető Szisszai Róbert örült második felnőtt bajnoki címének, az eredménnyel azonban nem volt teljesen elégedett. Ugye 61-37-en nyertem, ez szerettem volna, hogyha több. Az elmúlt hetekben már azért 64 fölött is dobtam, 63-80-63 fölött is többször, úgyhogy ellenfél nélkül nehéz volt, hogy a két nagy ellenfelem van, egy fradis srác és az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoli, ugye ő 44 éves, már nem indult el a versenyen, a másik ellenfelemet pedig valószínűleg műteni kell térdét, úgyhogy klubtársam Káplár Jani volt úgymond az ellenfél, úgyhogy egyedül kellett versenyezni, ezt a második sorozatban sikerült ezt a 61-30-et dobni, utána nem tudom, vagy az időjárás, nem tudom, nagyon leültem, nem tudtam magam felpörgetni arra a szintre, ami kellett volna. Ilyen állapotban még nem voltam soha, tehát olyat, hogy az előző verseny is a 6 dobásom 61-80 fölött volt, még ilyet nem csináltam soha. Ebből ugye az látszik, hogy valószínűleg jó állapotban vagyok, jól is érzem magam, most egy kis pihenőt is kaptunk, úgyhogy akár a hétvégén is már lehet egy 65-66 méter is. Tóth Balázs a fedett pályán szerzett bajnoki címe után hullámvölgybe került, amiből a legjobbkor sikerült kiküzdenie magát. Mindenképpen célom volt a címvédés, ugye már tavaly felnőtt magyar bajnok voltam. Végül ugye sikerült megvédeni a címemet és megszerezni a második felnőtt magyar bajnoki címet. Igen, ugye nem voltak hatalmas eredmények mostanában. Ez technikai okoknak betudható. Nem úgy ment mostanában, de hát ugye vannak fentek és lentek, és ezen tovább kellett gördülni, tovább kellett lendülni, ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy innentől kezdve már csak felfelé van. Az 5 kilométeres gyaloglásban bajnok Hellebrandt Máté már Szlovákiában készül az Európa-bajnokságra. Jelenállás szerint szintén ott lesz augusztusban Münchenben az OB-n orrtörés szenvedő magasugró Bakocsi Péter és Szisszai Róbert is. Utóbbi esetében a héten dől el, hogy dobókörbe lép az Egyesült Államokban a júliusi világbajnokságon.